Nos hát akkor, sziasztok skacok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ez egész különleges lesz, ugyanis nem nagyon szokott ilyen videó lenni, de nem is nagyon lesz sok. És igazából, hogy ezt a videót miért ma készítem el, az nem csak a videó címe miatt, hanem valahogy így jött ki, hogy pont most jutott eszembe nemrég, hogy kéne egy ilyet újra csinálni. Szóval, mint a videó címéből is láthatjátok, ma van a szülinapom, itthon vagyok, nem véletlen, jelenleg vagyok itthon, nyilván nem egész nap itthon fogok ülni szerencsére, de hogy itt mögöttem kaptam pár lufit a családtól, a barátoktól is kaptam már ajándékot, a szüleim ajándéka még nem érkezett meg sajnos, de valószínűleg egy olyan dolog lesz, amiről biztos, hogy fogok például unboxing videót csinálni, mert nagyon-nagyon király dolog, és szerintem tetszeni fog nektek is, de igazából nem ez a videó témája, először is szeretnék pár dolgot elmondani, és utána pedig rátérnék lényegesen a témára. Szóval először is nagyon-nagyon köszönöm nektek, ugyanis tegnap vagy tegnap előtt, nem tudom, elértük a 13 000 feliratkozót, ami nagyon nagy szám, és kicsit úgy visszanézegettem a csatornát, ugye most már kezd kicsit lassan növekedni ez a feliratkozó szám, és úgy gondolom, hogy elértük a maximumot a Clash of Clans és a Clash Royale-ral elérhetőben, hát illetve még ilyen pár ezer jöhet ebből, én úgy gondolom reálisan, tehát hogy, és ez is így nem egyszer, hanem így szépen lassan, úgyhogy igazából én legfőképpen ezért nyitok az új játékok felé, és én azt szeretném, hogy ti ezt elfogadjátok. Mert úgy gondolom, hogy tényleg nem csak Clash of Clans és Clash Royale tartalom kell erre a csatornára, nem például ez a PewDiePie, Tuber Szimon által, mindjárt meg is nézek, hogy hányan láttátok, hogy sokan láttátok, az biztos 3500-an láttátok, ami szerintem így elsőre nem olyan rossz, és nagyon-nagyon sokatoknak tetszett, tehát több mint 200-an lájkoltátok, amit ott most nézem, és 20 dislike van rajta, ami nem is sok ahhoz képest, hogy egy olyan játék, amiről nem volt semmi szó, és csak egy bomb videó lett róla a csatornán, szóval ilyen videó biztos, hogy lesz. Pokémon Go-t őszintén szóval nem tudom. Ezen gondolkoztam egy picit, mert most beszereztem GoPro-hoz mikrofont, kézállványt, mindent, szóval lehet, hogy fogok csinálni valamit, videót GoPro-val, vagy akármi, vagy a videó, amiről később szó lesz most, azt a GoPro-val fogom felvenni, szóval nagyjából itt a Pokémon Go-ról, de ez egy jó lehetőség lesz nektek, hogy kérdezzetek, ugyanis hatásszünet, szóval szeretnék újra Q&A videókat csinálni, tehát nagyon-nagyon-nagyon rég volt a csatorna, szerintem több mint fél éve volt ilyen, hogy kérdeztetek valamit, és akkor én pedig válaszoltam rá. És az utolsó azt hiszem egy kérdezfelek live volt, amit úgy gondolom, hogy tök király volt amúgy, és én élveztem, de úgy gondolom, hogy most live-okban tudok majd live-olni, meg Clash Royale-t, Fausttal, meg Clash of Clans-ot fogok majd live-olni természetesen, szóval nem akarom a live alkalmakat felhasználni egy ilyen Q&A live-ra, videóra, akármire. Szóval úgy gondoltam, hogy ezeket a Q&A-ket nem is egy lesz, és nem úgy akarom csinálni, hogy egy ilyen írtózatosan nagyon-nagyon-nagyon hosszú, amit gondolom sokan nem néztétek meg, hanem egy viszonylag rövidebb, egy ilyen 5-10, max. 15 perces videó, annyi kérdésben, amennyi belefér természetesen ebbe az időbe, de hogy ezt felveszem így egybe, így itt ülök a szobába, green screen, a háttér, bármi, vagy így a szobám, mint láthatjátok, és a lényeg az, hogy meg fogom vágni úgy, hogy mint a profi videósok, hogy nincs benne üres menet, és ezzel egyrészt gyakorlom a vágást, másrészt pedig kicsit élvezhetőbbé teszem számotokra a videót, én úgy gondolom, úgyhogy lesz ilyen. Viszont ugye a Q&A videóra mire ez most szüksége, ugye a webkamera, a vágóprogram, ilyen hülyeségeken kívül, hát igen, kérdésekre van szükség, és a kérdéseket most direkt, nem YouTube kommentekbe fogom. Tehát, hogy kérlek, ne odaírjátok le a kommenteket. Biztos, hogy lesznek pár, akik oda fogják megírni, de kérlek, mondjátok el nekik, hogy nem ide várom a kérdéseket, és van erre sokkal jobb felület, ugyanis a Facebookon ki fogok rakni szépen egy posztot, és ezt nagyon-nagyon sok YouTube-ot csinálta, és belegondolva tényleg sokkal jobb ez a rendszer, meg sok mindenkinek a Facebookja, szóval ez így egyértelmű. Szóval kirakok egy posztot a Facebook oldalamra, a posztnak a linkje a leírásban lesz, szóval oda szépen rákattintotok és tudtok kommentelni, és a lényeg az, hogy bekommentetek valami kérdést, bármit, és ugye a többiek ezt ugye látják természetesen, és ugye lehet responzolni, meg akármi, de a lényeg az, hogy azokat a kérdéseket fogom először megválaszolni, amin a legtöbb like van, tehát hogyha láttak egy kérdést, és kellett ne kérdezzetek meg többször ugyanazt, ott kommentekbe. Szóval, hogyha látok egy kérdést, és úgy gondoljátok, hogy ez titeket is érdekel, akkor nyomjatok arra a kommentre egy lájkot, és amelyik kommentre a legtöbb like lesz, azt fogom először megválaszolni, valamint így szépen megyek majd sorba. Meg nyilván lesz pár olyan, amit kiadjak már fölöslegesnek, gondolom, vagy egyszerűen nem akarom elmondani a választ, hogy akármi. Ilyen biztos, hogy kevés lesz, de lehet, hogy lesz. Szóval kommenteljetek ott, és kérdezzetek bármit rólam, a csatornáról, akármiről, amiről szeretnétek, és itt nagyjából ennyi lett volna, és hát tényleg kérdezzetek majd akármit, hogy mikor fogom ezt elkészíteni, még nem tudom, valószínűleg a jövő héten lesz az első rész. Itt tényleg bármiről kérdezhetek, bármilyen régi videóról, videósorozatról, milyen új sorozatot szeretnétek, akármi. Szóval kérdezzetek nyugodtan, én pedig köszöntem erre a videóra, úgyhogy találkozunk. Nem tudom mikor, mert nem tudom mikor fogok tudni videót csinálni, mert sok dolgom van, ma van a szülinapom, és nem akarok egész nap itthon ülni, és nem is lesz rá időm arra, hogy itthon üljek. Szóval tényleg köszönöm szépen, hogy végignéztek ezt a videót, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Everybody's wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around.